Örömteli bejelentés érkezett márciusban, ugyanis a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok fizetnek gyakorlatilag a legkevesebbet európai viszonylatban. De erről bővebben fogjuk kérdezni Németh Szilárdot, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Jó reggelt kívánok! Kezdjük csak, jó reggelt kívánok! Miért is volt fontos ez a felmérés? Hát ez egy folyamatos felmérés. Amióta elkezdődött a rezsicsökkentés, azóta és átalakítottuk az energetikai hivatalt, azóta folyamatosan nézzük, monitorozzuk, hogy változnak a háztartásoknak juttatott energiaárak Európában, és itt a két legfontosabb az a gáz és a villanyára, már csak azért is, mert tőzsdeileg ezek össze vannak kötve, és Európában nagyon sok helyen élnek avval a lehetőséggel, hogy a háztartások egy védett piacon egy árplafonnal megpróbálják helyzetben tartani, nem úgy, mint nálunk. Tehát ez a legteljesebb és a teljes magyar háztartásokat csak Magyarországon érinti. Egyébként az összes többi helyen ez nem játszik, és szeretnénk látni, hogy melyik az a rendszer, amelyik működőképes, és hát jól látható, hogy a rezsicsökkentés rendszere, ez teljes egészében védi a magyar családokat. Ugye akkor, amikor 2013. január 1-ével az első 10%-os csökkentést bejelentettük, akkor pont ez volt a célja, hiszen 2002 és 2010 között gyakorlatilag mi magyarok fizettük a legnagyobb, legmagasabb gázszámlákat és villanyszámlákat egész Európában. Ennek meg is lett a következménye. Családok eladósodtak, volt a családoknak minden ötödik magyar család nem tudta kifizetni az akkori rezsiköltségeket. Emlékszünk még arra, hogy Gyurcsányék ugye 15-ször adtak lehetőséget arra, hogy az akkor még teljes egészében külföldi tulajdonban lévő energiaszolgáltatók megemeljék a gáz és a villany árát, pedig hát Lendvai Ildikó lassan mondta 2002-ben, hogy nem lesz gázárem. És innen kellett elindulni, és innen jutottunk el oda. Gyakorlatilag ez nem újdonság ez a bejelentés, minden hónapban ezt jelentjük be, hogy mi magyarok kapjuk. Annak ellenére, hogy közben azért itt volt itt Covid-válság, ha még emlékszünk erre, biztos sokan emlékeznek rá, volt itt gazdasági válság, nagyon komoly inflációs elszabadulás, és hát ugye a háború következtében és az arra adott brüsszeli szankciós politika következtében az energiárak meg brutálisan elszabadultak. Tehát volt olyan időszak 2022-ben, amikor 20-szoros árat kellett volna fizetni mondjuk a távfőért. Magyarországon minden családot védett a rezsicsökkentés, és azért is döntöttünk, hogy ezt mindenféleképpen fönn fogjuk tartani, és ennek haszna van. És ma már ott tartunk, ez alapján, a jelentés alapján is, és majd a jelentésről is egy pár szót szeretnék mondani, hogy nem csak nominálisan, tehát nem csak ami a számlán megjelenik, végfelhasználói ár, ezt úgy hívják egyébként a szakmában, nem csak abban vagyunk a legjobbak és a legolcsóbbak egész Európában, hanem hogyha vásárlóerő paritáson nézzük, tehát a fizetések, az árkörnyezetnek a vizsgálatával, abban is a legjobbak vagyunk. Tehát teljes egészében a rezsicsökkentés megtette a hatását, és ez nem csak szociálisan értelmezhető, hanem egyértelműen gazdaságilag is, hiszen az embereknél, ami pénz marad, azt vagy takarékoskodásra költik, vagy az életüknek a rendezésére, hogyha van adósságuk, akkor arra. Egyébként a rezsitartozásokat, azokat egy az egybe kifizették az emberek, amiben belenyomták őket az elvtársak, vagy pedig elköltik a kiskereskedelmen teljes egészében szabadon, és ezzel a gazdaságot is élénkítik. És a módszerre még talán annyit, hogy ez nem a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal egyedüli akciója, hanem az osztrákokkal együtt, az osztrák hasonló hivatallal együtt rendelik meg, egy finn cégtől. Ezek nem véletlenek, ezek az összefüggések, hogy teljes függetlenség legyen, és a finnek pedig Eurostat, illetve nemzeti statisztikai adatokat gyűjtenek össze, 28 európai ország, 27 Európai Uniós és Szerbia vizsgálatában, és ebből jönnek létre ezek az adatsorok, úgyhogy jelenthetem, mi magyarok kapjuk legolcsóbban a gázt és a villanyt egész Európában, immár most már 10. éve.
És mielőtt a jelentésre rátérne, azért én is emlékeztetném a kedves nézőket, hogy Lendvai Ildikó szájából, ami elhangzott, utána az tökéletesen magáévá tette Gyurcsány Ferenc, ő és a mögötte mosolygó Kóka János mellett azt mondta, hogy lassan mondom, mindenki megértse, nem lesz lakossági gázáremelés. Természetesen lett, tehát amit ott általában kérdezni szoktak, azt sem szabad elhinni, ezt pontosan tudjuk, úgyhogy ebben nincs igazából semmi meglepő, de maga a jelentés, amiről ön beszélt, annak mik a legfontosabb elemi, és mi az, ami kiemelendő? Hát ugye maga a sorrend, tehát az, hogy megvizsgálják a különböző országokban a végfelhasználni árakat, és létrejön egy sorrend. És azt tapasztaljuk, hogy a magyar rezsicsökkentés az biztosítja azt, hogy mi kapjuk meg a legolcsóbban. Tőlünk, ez a legolcsóbb az nem csak azt jelenti, hogy egy pár százalékkal, itt a környezetünkben ugye másfél-kétszeres az ára, de Nyugat-Európában, Londonban, Stockholmban tapasztaljuk azt, hogy 9-szeres, 6-szoros, 4-szeres mutatók vannak a magyar árhoz képest. Nem véletlen fúrják-faragják ezt Brüsszelben. Hát most legutóbb az utolsó hét termése az valami elképesztő volt, és itt függ össze azzal, hogy június 9-én mi lesz. Tehát nem teljesen mindegy, hogy ki képviselik Brüsszelben Magyarországot, a magyar érdekeket, illetve képviselik egyáltalán Magyarországot és a magyar érdekeket, mert azt tapasztaltuk, Gyürk Andris van megbízva avval, Gyürk András barátom, képviselő úr Brüsszelben, hogy az energiaügyeket nézze, és gyakorlatilag olyan sumák módon eldugva próbálnak meg jogszabálymódosítások létrehozni, hogyha nem felügyelnék, nem lennének ilyen képviselőink, akkor lehet, hogy belecsúsznánk egy-egy ilyen ügybe. Például legutóbb a földgáz piaci rendeletet próbálták meg új módon befolyásolni ezt az egész háborús pszichózist, hogy az egyes országoknak lehetővé tették azt, hogy a földgáz szállításra rendelkezésre álló eszközök tekintetében ők meghatározzák, hogy mennyi gázt adnak tovább a többieknek. Ez ilyen furcsa hangzik, na de hát most gondolja azt, hogy egész egyszerűen úgy dönt mondjuk, nem akarok országot mondani, mert nem szeretném őket, de azok, akiken keresztül jön a tranzitgáz hozzánk, egyszerűen úgy dönt, hogy hát ő nem ad többet. Hát hogy van ez? Hát nem csak szerződésért, hanem nálunk az ellátás biztonság az padlóra kerül. Lesz az iparban gáz, lesz mivel fűteni. Hát hogy lehet ilyet csinálni? Tehát Brüsszelből azt gondolják, hogy bármit megtehetnek. De ennél szomorúbb a helyzet, mert az itteni baloldali politikusok, meg akiket egyébként kiküldtek a magyarok, hogy magyar érdeket képviseljenek Brüsszelben, azok ezt támogatják. Tehát támogatják ezeket az elmebaj elképzeléseket. Vagy legutóbb például a villamos energiával kapcsolatos jogszabályt úgy szerették volna módosítani, sumákban, még egyszer mondom, ezt úgy kellett az Andráséknak kimolyolniuk, kibogarászniuk és megakadályozniuk, azt szerették volna elérni, hogy nemzeti kézből, tehát a nemzeti döntés lehetősége megszűnjön abban a tekintetben, hogy a villamos energiát a háztartások azok megkaphatják a rezsicsökkentetten, vagy nem. Tehát magyarul a rezsicsökkentést akarták eltörni. Mind a két esetben. Tehát ugye a rezsicsökkentésnek nem csak az a nagy előnye Magyarországon, hogy a háztartások olcsón, Európában a legolcsóbban jutnak hozzá a gázhoz és a villanyhoz, hanem az, hogy egyáltalán van gáz meg villany. Tehát az ellátás biztonságot is garantálja a rezsicsökkentés. Ugye ez a finn felmérés, egy finn cég készítette ezt az összehasonlító felmérést, úgyhogy én azt gondolom, hogy különösen nagy siker a kormány számára az, hogy meg tudtuk tartani ezt a rezsicsökkentést, és kimutatva is látszik már papíralapon is, hogy gyakorlatilag vezetünk a rezsicsökkentésbe, és a magyar családok nagyon áldásos állapotban vannak, én értelem. Igen, hát nem véletlen egyébként, hogy ezt látják az emberek. Tehát igazából a kormánynak is nagy nyereség ez, de ez az embereknek nagy nyereség, a magyar családoknak, minden magyar háztartásnak, ugyanis ők ezt pontosan látják, és az eddigi választásokon ott nem birkozók szokták mondani az izmukra, hogy nem a legyek hordták össze, ugye nem a legyek hordták össze a kétharmadot, hanem az emberek. Tehát az emberek látták, hogy nekik ez az érdekük, hogy fönnmaradjon a rezsicsökkentés, és fönn is tartjuk a rezsicsökkentést úgy, ahogy egyébként ígértük. Nem véletlen az, hogy a legutóbbi nemzeti konzultáción, ugye a legelső kérdés a rezsicsökkentés volt, és ott a magyarok majdnem 99%-a egyértelműen kiállt a rezsicsökkentés mellett. És én azt gondolom, hogy június 9-én ez is a fő tét. Ugye a legmagasabb tét az a béke vagy háború kérdése, de egyébként abban a csomagban,
amiről június 9-én döntenek az emberek, tehát az európai parlamenti képviselők Brüsszelbe juttatásában, abban bizony nagyon vastagon benne van a rezsicsökkentés, és annak a megvédése is. Németh Szilárdnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és további sok sikert kívánok. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen.